közös szakmai rendezvényt tartott a napokban a Pannon Egyetem és a Baluf Elektronika Kft. A felsőoktatási intézmény és a veszprémi székhelyű cég kapcsolata hosszú évekre nyúlik vissza. Együttműködésüket sikeres projektek, eredményes diplomamunkák és szakdolgozatok fémjelzik, valamint az, hogy több a Pannon Egyetemen végzett mérnök a Balufnál kapott állást. A német anyavállalat, valamint a Baluf Elektronika Kft. Vezetőit ezúttal a Pannon Egyetem látta vendégül. Gelencsér András rektor, majd Szalai István dékán prezentáció keretében mutatta be többek között az egyetemen folyó képzést, a főbb kutatási területeket, a mérnöki kart és annak oktatási programját. Az elmúlt években a Baluf és a mérnöki kar számos olyan közös kutatást végzett, melyek mindkét fél számára eredményt hoztak, de komoly sikerként könyvelhető el az is, hogy több egyetemen végzett hallgató tudott elhelyezkedni a veszprémi leányvállalatnál, véli az egyetem rektora. Egyfelől a most induló pályázati programban lehetőség van közös pályázatok benyújtására. Éppen egy ilyen előkészítésén dolgozunk, ahol is a cég, illetve az egyetem együttesen pályázik. Illetve a duális képzés, amely ugye országosan most kerül bevezetésre, nyújt a céggel való együttműködésre további lehetőségeket. A Baluf szakemberei nem csak előadásokat tartanak az egyetemen, de a cég nyári gyakorlati lehetőséget biztosít, valamint szakdolgozatok és diplomamunkák készítéséhez nyújt témákat és segítséget a mérnök hallgatóknak. Erről már a Baluf fejlesztési vezetője beszélt. Wimmer Zoltán kiemelte, nagy gondot fordítanak arra is, hogy a hallgatók korszerű eszközökhöz jussanak, ezért az intézményben folyó gyakorlati munkát laborberendezésekkel is támogatják. Mi úgy látjuk, hogy egyre magasabb a színvonal, és egyre több olyan tárgyat is oktatnak az egyetemen, ami közel áll a mi igényeinkhez. Ebbe úgy gondolom, hogy ez a duális képzés még egy előrelépést fog hozni, és a másik oldal, hogy a diákok azzal, hogy a Balufnál tudnak gyakorlati időt tölteni, ők is látják azt, hogy mi az a terület, amit erősebben és komolyabban kell venni a tanulmányok során, és így, amikor végeznek, akkor egyre jobban használható dolgozó lesz a Balufnál mindegyik őjükből. Ez a különleges szenzorokat bemutató üvegszekrény az egyetem C épületének harmadik emeletén, a mérnöki kar egyik folyosóján kapott helyet, emlékeztetve az arra járókat az intézmény és a gazdasági társaság sikeres együttműködésére. Mivel a vállalatcsoporton belül a veszprémi gyár rendelkezik a második legnagyobb számú kutatásfejlesztési szakembergárdával, a vezetés számára fontos, hogy jó mérnököket találjanak, ezt mondta a Baluf ügyvezetője. Stuttgart környékén is sok egyetemmel, főiskolával van együttműködésünk, különféle intenzitású kapcsolatok ezek. Nekünk jól képzett mérnökökre van szükségünk, ezért is fontosak számunkra mind Németországban, mint Magyarországon az egyetemekkel való partnerkapcsolat, mondta el kérdésünkre Michael Unger. Az ügyvezető szerint a kooperáció mindkét fél számára előnyös. Míg a Baluf jól képzett mérnököket talál az egyetemeken, addig a gazdasági társaság számos területen tudja támogatni a felsőfokú intézményeket.